Tisztelettel köszöntöm a Csillagászati Napok záró előadásán megjelenteket. A mai dr. a dr. doktor Hegedi Stiportocens a Bajai vizsgálomból, és kérném, tartom az előadását. Köszönöm szépen Balog István barátomnak a ismételt meghívást. Most már lassan én is történelmi időktől kezdve járok ide Kiskunhalasra, és mindig nagy örömmel jövök. Most is ez a sok-sok ez év, ami a csillagászati héttel eltelt, most idén másodszor, idősebb Balog, Balog István barátunk nélkül, kicsit emlékezzünk ő rá is, ezzel a záró előadással tisztelegjünk az ő emléke előtt is. És még annyit tennék hozzá, hogy ez a sok-sok év, amióta ide járok, már egyre nehezebb új témát kitalálni, mert már mindenféle téma szerepelt. Most idénre egy egészen egyszerű ötlettel jöttem. Mindig valami tematikus anyagról beszéltem, egy konkrét témáról. Most egy kicsit elcsemegézünk azon, hogy milyen nagy, meg milyen pici, milyen nehéz, milyen könnyű dolgok vannak a világegyetemben. Tehát, hogy mennyire szélsőséges az, az univerzum. Én remélem, hogy sokakban sikerül majd Gondolatokat ébreszteni. Én kérnék mindenkit, hogy maradjon meg a fitség a végére, mert a végén még számolunk is egyet. Tehát a rugás a végén lesz egy kis matematika, meg egy kis számolás is, de az arra lesz példa, hogy azért lássuk, hogy egészen komoly, nagy és meghökkentő dolgok is, egészen egyszerű geometriai, vázlatokkal és egy egyszerű gondolkodással is modellezhetőek, és, 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 bele tudunk kicsit nézni a világegyetem mélységeibe, hogy hogy is mennek ezek a dolgok ott. Na hát vágjunk is bele, közben azért ugye én mindig szeretek így kézbeadni adni is dolgokat, illetve tényleges valami kézzelfogható mutogatni valókat kapcsolni a témához, úgyhogy majd kísérletezgetünk is közben. Illetve hát most olyan nagy ajándék dömpinggel már nem tudtam készülni, mert azokból is nagyon kifogytam, de két kérdésem lesz majd az előadás során, és akkor a kisebb kérdésil egy 2021-es csillagászati naptárt hoztam, ez még három hónapig azért még érdekes, meg jó, tehát a, a kis kérdésre naptárt adok, illetve a, a komolyabb, nagyobb kérdése egy szép Androméda galaxis A0-ás hoztam, azért aki azt kérdemli, az, 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 az annak ez lesz a, az ajándéka. Na no, hát először is kezdjünk, először hát az univerzumról, ha beszélünk, akkor ugye rögtön valami hatalmas, nagy dologra gondolunk, és itt rögtön mindjárt meg is fel a, a a az előadás sora, hiszen ö, bele ö, ütközünk ö, az örök problémába, ami az embereknek a, a, a legtöbbször gondot okoz a csillagászat mélységeinek a megértésében, hogy most akkor végtelen a világ egyetem, vagy véges, vagy határtalan, határos, van határa, nincs határ. Szóval. Ö, Ebben nagyon nem is akarok belemélyedni, egy mondattal el is intézem a dolgot, hogy mi csillagászok azt szoktuk mondani, hogy eleve mivel egy véges, jól meghatározható időpontban született a galaxis, és mint amiben keretbe szeretném foglalni az egész előadásomat a legvégén, látjuk, hogy a maximális sebesség, ami a mi megfigyelhető univerzumunkban tapasztalható, az a fénysebesség, tehát bármilyen öreg is az univerzumunk, az alatt az idő alatt keletkezett bármilyen anyagi ö, 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 konstrukció, maximum a fénysebességgel egy véges távolságig juthatott el. Tehát magyarul az univerzum nem végtelen, az univerzum véges, de határtalan ugyanis. Abban az értelemben, hogyha elindulnánk egy űrhajóval, és mindig-mindig csak mennénk előre, 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 soha nem találnánk meg a végét, gyakorlatilag legjobb esetben is mondjuk egyszer csak visszaérnénk, ahonnan elindultunk, vagy, vagy akármi. Tehát lényeg az, hogy tehát ezért mondjuk az, hogy véges, az univerzum véges, de határtalan. Na, Amiről viszont mi itt beszélünk, ugye az szélsőséges univerzumban, vagy egyébben a véges, de irgalmatlanul nagy univerzumba. A csillagászok az anyagi rendszereket vizsgálják. Nézzük meg, hogy melyek a legnagyobb anyagi rendszerek ebben az univerzumban, és viszont ugye régen mindig gondogattuk, hogy csillagász szakkörön, hogy mi emberek a, a, világegyetem hatalmas tárházába, amiben nagyon pici dolgok is vannak, és nagyon nagyok, valahol mi középtájt vagyunk. Na mindjárt látjuk, hogy azért nem egészen középtájon vagyunk, hanem egy kicsit azért eltulódva, itt az ember ugye a híres Leonardo da Vinci ábra alapján szabadon kicsit átrajzolva emlékeztetem a közönséget arra, hogy hát mi a saját méreteinkből adódóan eléggé sajátos nézőpontból szemléljük a mikrovilágot és a makrovilágot is. Hát ilyen egy-két méteresek vagyunk, tehát jellemzően a méreteknek a taglalásánál a méter lesz az alapunk. Na nézzünk, induljunk-e fölfele, hát a következő nagy struktúrák, amik, amik ugye nálunknál nagyok, azok a bolygók, holdak, kisbolygók. A Földünknek a körülbelüli méret nagysága méterben kifejezve, és hát elnézést kérek mindenkitől, de hát azért számokat most majd fogunk látni, és a tudományban használatos, ilyen a tíznek a hatványaival nézegetjük a, 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 a mindenféle mennyiségeket. Uh, ugye a tíznek a kitevői ugye annyit jelentenek, hogy az egyes után annyi nulla van. Tehát például az, hogy 10 a 7. méter, az 10 uh, millió uh, métert jelent, 10 ezer kilométer körülbelül. Tehát a Földünkön 12.700 mitől mennyi uh, kilométeres átmérőjű. Uh, hát jóval nagyobb nálunk. Uh, én nem is tudnék ábrázolni ezen az ekkora méretű képen egy embert, de hát ennél sokkal nagyobb struktúrák is vannak. Például rögtön a következő nagyságrend, ugye a csillagok, bolygók világához képest az ezek által alkotott hatalmas rendszerek, a galaxisok. Például az Androméda galaxis, amit most így ősszel nagyon szépen távcsöve meg is lehet nézni, tehát hogyha itt a kiskolasi csillagvizsgálóba valaki elmegy egy bemutató napon, egy bemutató este, este 10 óra körül már elég szépen magasan a Pegazus és Androméda csillagkép irányába. Meg lehet találni ezt az Andromeda galaxist. Ez a póster is azt ábrázolja, éppen ezért aktuális. Ez olyan 2 a 21 méter nagyságú. Hát úgy szoktuk mondani, más mértékegységgel, ami talán egyesnek többet mond, fényévekben olyan 100 ezer, 150 ezer fényév körüli méretű és aztán ezek a galaxisok is halmazokba tömörülnek, tehát még egy nagyságrendet ugrunk, még egy mérettartományt ugrunk, az a sok-sok pötty, ez egy valódi galaxis halmaznak, a galaxisainak a, az ábrázolása, ez a szaraszvati galaxis halmaz, jelenleg a legnagyobb galaxis halmaz, amit a csillagászok eddig felfedeztek, ez 652 mega fényév, tehát millió fényév jellemző méretű, 650. Millió évig tart, amíg a fény az egyik végéből eljut a másik végébe, az egyik szélső galaxisától a másik, és brutális nagy. Ez méterbe kifejezve 6x10-24-en. Na, egy kis bemelegítésként erre még nem adom oda a, a naptárt, de akinek nem, főleg diákokra nézek, ez a 6x10-24-en, a mint szám, most a métert nem kell nézni, csak hogy ez a 6x10-24-en. A ki, ki, ki? ki? Igen, így van, így van. Ugye ami egy múlnyi anyagba, amennyi részeske van, azért az érdekes, nem? Tehát azért az érdekes. És majd még vissza fog köszönni ez a szám még. Na viszont, hogyha lefele elkezdünk lefele menni, hogy megint akkora egyformákat ugorjunk, tehát a 10 méter fölfele, lefele a 10 a mínusz 7 méter, nem kellett sokáig keresgetnem, hogy olyan struktúrát találjak, ami ti, ugye egy 10 millió mod méter méretű, hát most aktuálisan sajnos, bocsánat, itt a frivol utalásért, de pont a Covid-19 vírus, ez a SARS -k 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 koronavírus, ennek a mérete olyan 10 a 7 mínusz ez egy relatíve nagy vírus, 10 a 7 méter, de még van lefele a hidrogénatom mérete, nem az atommagé, hanem az elektronnal rendelkező hidrogén atomé az 5 x 10 a 11 tehát egy négy nagyságrendet, ugye egy hatvány Kitevő lépés az egy nagyságrend, egy tízes szorzófaktor, vagy osztófaktor. Tehát négy nagyságrendben még lejjebb van a hidrogénatom, és még ez mindig nem a legkisebb struktúra az univerzumban, hanem ugye az elektronok ö, ö, tűnnek a legkisebb ö, ö, oszthatatlan ö, részecskének. Ezeknek a maximális mérete lehet ez a 10-18 a méter, de inkább még lehet, hogy még inkább kisebb kérdezhetném, és az előadásban idén most egy kicsit kevesebb ábra lesz, és többet beszélek, többet gondolkodunk. Én kérem, hogy kövesse mindenki a gondolatmenetet. Néha arról is fogok egy picit beszélni, hogy egyáltalán ezeket hogy is tudjuk mérni. Hogyan tudjuk mérni? Egy galaxis halmaznak a méretét, hát nem tudunk oda menni egy mérőszallaggal, amivel mondjuk itt meg tudnám mérni ennek a teremnek a lináris méreteit. Ha azt mondom, hogy ide teszek egy, egy ultrahangos, lézeres célzókájú ilyen mérnöki mérőkészüléket, akkor már egy kicsit közeledek olyan mérési technikához, amivel azért nagyobb távolságokat is tudok mérni, tehát például a naprendszeren belül még ilyen radarvízhangos technikával tudunk távolságot mérni. Na de például egy közeli csillagra már nem tudjuk ezt eljátszani, mert egy közeli csillagra rálőnénk egy radarhullámot, hát ugye várhatunk ö, ö, körülbelül ö, egy olyan jó négy-öt évet, amíg odaér a radarhullám, mondjuk tegyük föl... Rendesen visszaverődik, de hát ugye nem visszaverődés van, hanem szóródás, tehát sajnos az összenergia is egyre jobban csökkenni fog. Tehát nézetesen odáig, és utána négyzetesen vissza, de mondjuk egy a 8-9 év múlva jönne meg a jel. Elvileg még mérhetnénk, de hát kinek van ez türelme megmérni? Úgyhogy innentől már látjuk, hogy a, a csillagászatban a nagyobb távolságok mérése már nem olyan könnyű. Hát akkor lehet kifundálni, az ember nagyon okos, nagyon és a csillagászok kitaláltak olyat, hogy aha, vegyük észre, hogy a Föld az egy 150 millió kilométeres hatalmas, 150 millió kilométeres sugarú körbe mozog körbe a nap körül, úgyhogy ha fél évet várok, tehát nem kell nyolc évet várni, csak fél évet, fél évet várok, akkor fél év múlva 300 millió kilométerrel odébb vagyok a térbe, úgyhogy ha én nézek egy csillagot, pontosan megnézem az egészen távoli csillagokhoz képest a, a valamelyik csillagnak az irányát, akkor fél év múlva 300 millió kilométerről már bizony észre lehet venni, nem nagy különbséget, nagyon pici különbséget, de észre lehet venni, hogy már más irányba látom az egyes csillagokat, és ebből egyszerű háromszögeléssel már ki lehet számolni a távolságát. Ez működik egészen mondjuk olyan a mai nagyon finom műszeres szögméréseket, tehát visszavezetünk szögmérésre a távolságmérést, és a a bázis vonal, az a lineáris alapja a mérésnek középiskolába, ugye matematika órán vannak is ilyen példák, hogy egy távoli hegynek a távolságát, vagy egy távoli fának a távolságát mérjük meg úgy, hogy arra megyünk 10 méterrel, és megmérjük a szögeket. Tehát ott egy 10 méteres bázis távolságban mondjuk tudunk mérni egy pár kilométert, hát itt ugyanerről van szó, tehát igazából egyszerű a dolog, csak megvalósítani nagyon bonyolult, mert itt ilyen év másodperceket, meg századív másodperceket kell mérni, és az nagyon nehéz. De lényeg az, hogy egy 100-200-300 fényévig ez működik. Na de utána mi van? Kifogytunk az ötletekből. Hát utána már mindenféle más elmés módszerek köllenek lefele. Lefele meg az a baj, hogy egy darabig mikroszkópokkal méricskéhetünk, meg nagyíthatjuk a dolgokat, de a hidrogénatomnál, meg az elektronnál ilyen pici méreteknél már ez sem működik, ezeket nem tudjuk olyan nagyra főnagyítani, hogy ottan egy tolómérővel, vagy, vagy ilyen üvegbe karcolt osztásokkal méricskéljük, hanem kvantummechanikai kísérletekkel kell méricskélni, és az a baj, hogyha én minél pontosabban akarom belokalizálni az elektront, a világunk ilyen érdekes. Így van valahogy megkonstruálva, mondhatnám azt is, hogy Isten így teremtette, hogy minél jobban meg akarjuk tudni, hogy hol van ez a fránya, picurka elektron, amiből épül az az egész univerzum, még ezek a nagyon nagy struktúrák is tulajdonképpen ezekből a pici dolgokból épülnek föl, ennek ellenszegül a természet, tehát minél inkább be akarom szorítani egy kis kockába, hogy mekkora is az elektron, annál nagyobb bizonytalansága lesz a sebességének, tehát nem tudom megfogni. Tehát piszok nagy sebessége. Ha meg a sebességét tudom, mondjuk megállítom az elektront, és azt mondom, hogy jó, akkor nem mozogja, akkor viszont meg olyan nagy bizonytalansága lesz a, a, a méretbeli előfordulásának, hogy legfeljebb csak annyit tudok mondani, hogy itt van a szobában valahol. Szóval ezért nem igazán, minél kisebb méretekben menjünk, a kvantum bizonytalansági elv miatt egyre bizonytalanabbak a méret és sebesség értékek. Na hát, ez a mi világunk. Látjuk, hogy nem pont középen vagyunk, hanem igazából a pici dolgok felé eltolódva. És hát egy kis érdekesség, hogy azért az ember maga is azért az egy méter Két méter körülnek. Ezt nem tudom tetszenek-e tudni, hogy a világ jelenlegi legkisebb, meg legnagyobb embere milyen méretű. Ezért ez is adom a naptárt, majd azt valami komolyabb kérdésig kérdezem. Tudja valaki, hogy mekkora a legnagyobb ember a világon? Azért nem, 242. 242 a legkisebb, meg 50, azt hiszem 52. Ez a brutális. Na, hát ez csak így egy érdekesség. Na nézzük akkor most a tömeget. A másik nagyon komoly, ugye a hosszúság után a másik alap fizikai dimenzió a tömeg. A tömegnek a közepet eljárra egy nekünk elképzelhető dolgot helyezzünk. Ez ugye legyen az 1 kg, a mértékegység rendszerünknek a közepe, vagy hogy van, alapja. Itt látjuk az etalont, az egyik kilogram etalont. Csak itt hívom fel a figyelmét mindenkinek, hogy már manapság már új definíciója van a kilogramnak is. De úgy van megalkotva ez az új definíció, ugye a, plank Planck állandóhoz kötik, és akkor az időmérésre, meg hosszmérésre is vissza van vezetve. De ez csak a fizikusoknak a csűrcsavaros dolga. Az a lényeg, hogy attól a kilogrametalon az továbbra is érvényben van, tehát az az, tehát az az egy kiló. Ez ugye körülbelül, hogy el tudjuk képzelni, ez olyan durván egy liter víznek a, a tömege. Na menjünk főfele, akkor nézzük meg a... Hát ugye egy ember az durvá, most mondhatnám, hogy 50 és 100 kiló körül van az ember. A következő struktúra megint a bolygók legyenek, és jelesül a Földünk. Itt megint visszaköszön ez a 6x10-24-en szám. a Földünk az 6x10-24-en kilogramm tömegű. A következő struktúra volt ugye a galaxisok, és így például rögtön mindjárt mi saját galaxisunk, a tejütrendszer, hát az brutálisan nagy, tehát az, az 2,6 x 10 a 42 en kilogramm, és ehhez képest a galaxis halmazok, hát nyilván azt mondva, hogy egy-egy galaxis durván ugyanekkora, mint a tejútrendszerünk, akkor ahány galaxis van egy galaxis halmazban, akkor körülbelül annyi szorosa a galaxis halmaz tömege de hangsúlyozom, ebbe a képbe egy picit belezavar már az, hogy az a sötét anyag most akkor az mennyi, ezek most a klasszikus világítóanyagra alapozott becslések és számok, tehát a sötét anyag, ezt még, bocsánat, de ez, abba tényleg nem akartam már bele kutyulni, az azt az, az, még egy picit eltologatja ezeket a számokat, méghozzá főfelé. De hát arról az anyagról még szinte semmit nem tudunk. Úgyhogy az... Körülbelül 2 x 10 a tehát körülbelül azt látjuk, hogy durván ugye négy nagyság nem, tehát ilyen tízezer galaxis van mondjuk egy ilyen nagyobb a galaxis halmazba, úgyhogy az akkor tízezerszer annyi kilogramm. Hát komoly. És ennél nagyobb struktúrákat egyelőre nem látunk a galaxisban. Mondják a csillagászok, egyesek, hogy a galaxis halmazok is még sokkal nagyobb, ugye ilyen hálószerű struktúrába csoportosulnak, de azt már hagyjuk. Tehát az igazából az egészen nagy léptékű struktúra, az, az most számunkra itt nem ö, ö, érdekes már, az maga az univerzum. Na, menjünk lefele. Lefele 12 nagyságrend ugrásra találunk, mondjuk a mi emberi testünknek az egyes elemi részei, a sejtek, egyet -egy sejt, az 10-12 kilogramm tömegű. Megint lejutunk a hidrogénatomhoz. 10-27 kilogram környékén van, ez egy nagyon fontos, szinte az atomfizikának az egyik alapértéke. Nagyjából majdnem ugyanennyi tömegű ugye maga a proton, hiszen az elektron az ami 1850-szer kisebb tömeg, tehát már itt nem is tudjuk ábrázolni azt a számot, tehát szinte bonthatnám azt is, hogy a proton. Viszont nem az elektron a legkisebb tömegű ma ismert részecske, univerzum jelenlegi legkisebb tömegű, nyugalmi tömeggel rendelkező részecskéje, a neutrino, ezek közül is az elektronneutrino a legkisebb, a maximális tömege, ami a becsésekből számolható, és inkább ennél kisebb, de maximum ennyi, az 3,6 x 10 a mínusz 36-on, tehát ezt meg se tudjuk fogalmazni rendesen, ki se tudjuk mondani, hogy ez mekkora szám, tehát itt 36 darab nulla, tehát a tizedes vesző után 36 pozíciót kell mennünk, szóval óriási nagy méret tartományok jellemzik az univerzumot, és megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy a galaxisoknak, a szinte a legnagyobb struktúráknak is, a 10-42-en kilogrammos struktúráknak a működését is alapvetően befolyásolják ezek a pici elekt -e 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 elemi részecskék. Megint egy kép a legnagyobb tömegű ember. Ez tudja valaki? Megint nem adok még ezért, vagy csillagászati a naptát ő a legnagyobb tömegű, de egyébként brutális nagyot fogyott az illető, most ezért került a hírekbe. Mennyi volt az eredeti tömeg, ezt tudja -e valaki? Nem, azért annyi nem. 250, 250, 252, és valami, valami 100 kilót fogyott az illető most, úgyhogy... No, azért a tömegekről most még egy picit akkor itt most csillagászkodjunk. Én remélem, hogy mindenki azért jár a csillagászati szabad egyetemre, mert érdekli a csillagászat. Hát most akkor egy picit azért ezt a durva skálát, most azért végig szaladtunk a skálán, itt egy picit részletezgessük már azért egy, egy kicsit ezt a, ezt a, dolgot. Hát először is a, a, az azért érdeke bennünket, hogy jó, most az galaxisok, meg óriási, meg, hát arról lehetne külön beszélni, hogy hogyan mérjük meg a tömegét egy galaxisnak. Hát, ugye könnyű megmondani, összeszámoljuk, hogy hány csillag van benne. Uh, rádiócsillagászati mérésekben megbecsüljük, hogy mennyi a por és gáz tartalma, és ezeknek a tömegeket összeadjuk, és akkor megvan a világító tömeg mennyisége. Na de jó, visszavezettük a tömeg és a gáznak a tömegének a mérésére. Tehát a Csillagtömeg és a gáztömeg mérése. Hát honnan tudjuk, hogy a csillagoknak mekkora a tömege? Hát, hogy nem tudok lemázsálni egy csillagot, pláne egy gázfelhőt nem tudok lemázsálni. Hát e, itt legyen elég annyit mondanom, hogy e, dinamikai vizsgálatokkal lehet tömeget mérni. Ha van nekem kettő csillagom, ami egymás körül kering, és hála istennek a csillagoknak legalább, de inkább több, ilyen kettős rendszerbe, vagy még többes rendszerbe kering. És ha megnézem a keringésnek a, egyszerűen csak a periódus idejét, lemérem, az könnyű mérni, tehát időmérésre vezettük vissza, és plusz meg tudom mérni a távolságát, ott egy szögmérés kell, tehát szögmérés, távol, szögtávolság, keringési idő, és ebből ki tudom számolni a kettős csillagnak a tényleges csillag tömegeket, bizonyos közelítésekkel. Na hát így derítették ki, hogy mekkorák a csillagok, így derült ki, hogy a fényesebb csillagok általában nehezebbek, a kékebb csillagok általában nehezebbek, a vörös csillagok, a minél vörösebb csillag annál könnyebb, úgyhogy egy csomó érdekes dolog vannak akkor Nézzük azért meg, hogy mekkora határértékek között játszanak a csillagok. Lehet-e akár mekkora nagy tömegű csillag, vagy lehet -e akár mekkora kis tömeg egy csillagnak. És aztán ugye látjuk, hogy itt a naprendszerben, hogy nem csak csillagok vannak ebben a tejútrendszerben, hanem bolygók is, meg szilárd felszínű gáz nemű bolygók, Na ezek mekkorák lehetnek? Milyen nagy tömegű bolygók lehetnek maximum, és milyen kicsi tömegű bolygók lehetnek? Hát igazából erre azt kell, hogy mondjam, ez azért már nem a természetnek pusztán a játéka, hanem emberi fogalomalkotási kérdés, hogy mit nevezek csillagnak, és mit nevezek bolygónak. Na kezdjük a csillagokkal. Tehát csillagnál ugye egyértelmű mindenkinek fújni kell, mert ez tényleg ez is középiskolától kezdve azért már egy ismert Dolog, hogy a csillagok saját energiatermeléssel bíró ö, ö, anyagi struktúrák, a középpontjuk környékén, a magban ö, fúziós folyamatok részeként óriási energiák termelődnek, ö, és, és ez a, a fúziós folyamat során az energia nagy része ö, fotonok formájába, röngen fotonok formájába kezd el kifele törni a felszín felé, és a felszínről utána szétsugárzódik a világegyetembe és akkor így szépen világítanak, tehát fény, a java rész, az energiának java része fény formájába hagyja el a csillagot. Úgyhogy azt nevezzük csillag, amely ilyennel képes. Na most, ha csökkentem a csillagnak a tömegét, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy az egyre kisebb tömegű csillagok egyre gyöngécskébb energiát tudnak termelni, a magjukban nem tud olyan nagy nyomás lenni, nem tud olyan nagy hőmérséklet lenni, tehát a fúziós folyamatok gyöngébbek, és itt van egy összefüggések között, hogyha én tovább megyek és egyre kisebb és kisebb tömegeket, tehát mondjuk kanalazom le a csillagról a tömeget, és akkor így elmegyünk egész a, a pici méretek felé, azt látjuk, hogy egyszer csak már olyan pici tömege van ennek a hidrogén golyóbisnak, hogy be se indulnak a fúziós folyamatok. Na, akkor azt mondom, hogy na ekkora lehet ma minimum egy csillag. Mert ha már ennél kisebb, akkor nincs energiatermelés. Na, hogy mekkora ez? Tessék, ide írtam, hogy egyelőre a megfigyelésekből talált legkisebb tömegű olyan csillag, aminek van saját energiatermelése, az 0,3 század naptömeg, a napunk 3 század, tehát 3 százalékával rendelkezik. Itt már az, ez olyan picike, hogy már a bolygókhoz is tudnám hasonlítani. Te, uh, ja, bocsánat, elnézést, ne veszélyek hülyeséget, ez már alulról a bolygókról nézem, bocsánat, 8 század naptömeg. Uh, tehát, pff már ugyanaz a nagyságrend, tehát 8 század naptömegű a jelenlegi rekorder. Ezeket egyébként barna törpéknek nevezzük. Azért barna törpék, mert már nem is látható fényt bocsájtanak ki, hanem hősugarakat. Az a kérésem, hogy nagyon óvatosan tessenek ezt körbeadni, ez egy elég drága készülék, nyugodtan lámpára, projektorra, hátrébbülő kollégákra. Ez a hősugarakat mutatja be, tehát ide például ott, hogy megnézzük, egészen más képet mutatunk mi emberek is, meg itt a környezeti tárgyak. Tehát az ilyen csillagok csak a hősugarak tartományában láthatóak. Ezért például a csillagászoknak is egész speciális eszközök kellenek a vizsgálatához. Na nézzük akkor viszont, menjünk el a nagy tömegek felé. Ekkora lehet a csillag, elkezdem növelni a tömegét, egyre hevesebb reakciók folynak a, belsejébe. A, 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 a A nem csak a hélium fog fúzionálni, hanem az egészen nagy tömegű, nagyméretű csillagokban akkor a nyomás és akkor a hőmérséklet tud a belsejébe lenni, hogy még a hélium is égni tud benne. Igen ám, de ezek már olyan heves folyamatok, hogyha elérnek egy bizonyos hevességi szintet, akkor a mennyiségű ö, energia termelődik, hogy akkor olyan intenzív lesz a röngen foton áram kifejezés hogy szétfújja a csillagnak a külső részeit, hiszen ugye a foton áramnak van egy nyomása azért. Igen, a kezet is nyugodtan elé lehet tenni, nagyon érdekes, a vérereket lehet látni, tehát egész más képet mutat ugye az infratartományba a, a kamera. Úgyhogy azt gondolják a csillagászok, így modellezésből, hogy körülbelül 200, a nap tömegének 200 szorosánál van az a határ, aminél már nem tud nagyobb lenni egy csillag, mert ha nagyobb lenne, olyan intenzív lenne benne a fúzió, hogy lefújna a külső rétegeket, és már is visszacsökkenteni a saját tömegét. Ezt nevezik Eddington határnak. Úgyhogy valahol ott van. Na hát egy rekordert azért mutatok, az a fekete-fehér kép a közepe táján. Hát ugye most lézert azt nem hoztam, tehát az a kis pacának a közepébe van egy csillag, ennek az a neve, vagy pisztoly csillag, hát azért lett pisztoly neve, mert hát az a köd, amikor először lefényképezték, olyan pisztoly alakúnak nézett ki a köd, az a ködösség, ami körülötte van. Ugye többnyire az ilyen Matlan nagy tömegű csillagok körül mindig van köd, mert hiszen annyira erős, intenzív a, fúzió belül, hogy folyamatosan szökik a csillagnak a külső légköre, de azért persze marad annyi, hogy, hogy egy mérhető tömeget azért tud mutatni. Ezek olyan 120-150 nap tömeg körüli csillagok. Ennél nagyobbat még nem találtak. Tehát az elméleti határ az valami 200-nál lehet, de amit ténylegesen találtak, ezén 120-150 nap tömeg körül van ez a, mondom, a pisztolycsillag, vagy az a VR 102 OE, két, két nyílt halmazba találtak ezeket. Na nézzük, hogyha tovább elkezdem csökkenteni ezt a tömeget, és itt van ami az előbbi botlásomnál, vagy, amit rosszul mondtam, tehát ha tovább megyünk lefele, egyszer csak már olyan gázgömbünk van, ami nem termel energiát, legalábbis nem fúzióval, ezeket már bolygónak nevezünk. Tehát innentől kezdve bolygó, a Legnagyobb bolygó, amit eddig találtak, annak a tömege, az a mi Jupiterünkének a 30-szorosa, és a napunkének, ugye ez egyet jelent az, hogy a napunkének kb. 3 százaléka. Na itt meg az az érdekes, hogy meddig nevezhetjük bolygónak. Kezdjük el a méretben menni lefele, és tömegbe is tekerjük lefele a tömeget. Itt most már akkor a, nem csak a Jupitert kell figyelnünk, hanem hát a pici bolygóknál a Földhöz kezdjük hasonlítani, de kilogramba is megadom egyébként egyelőre az exo között ugye csak nagyokat találunk, ez a mérési technikának a következménye, de hát ugye pont magyar csillagászok kutatnak, keresnek bolygó, exobolygó holdakat is, tehát exoholdakat, amik majd ugye jóval kisebbek lesznek, de egyelőre, amit az egész Univerzumban, amit eddig találtunk, legkisebb és még bolygónak nevezhető valami, az a Merkur. A mi naprendszerünknek a Merkura, Merkurja, az 3,3 x 10 kg, ez körülbelül a Földnek 5,5 százaléka. Na most itt azért lényeges, hogy mit nevezünk bolygónak, mert természetesen naprendszerben vannak ennél sokkal kisebb struktúrák, ugye kisbolygók, meteorok, de itt most azon van a hangsúly, hogy bolygó mekkora lehet. A bolygók mekkorák lehetnek. Bolygónak ugye többek között azt nevezzük, amitől elvárható, hogy van akkor a mérete, hogy a keletkezése után egy másodlagos fölfűtési fázisban annyira meg volt olvadva valamikor a belső része, hogy a különböző fajsúlyú anyagoknak ideje volt szépen az Archimedes úszás törvény alapján elkülönülni, és akkor gyakorlatilag gömbhelyszerű, a kihűlés után ilyen gömbhelyszerű elrendeződést kaptak, és maga az alakjuk is ilyen gömbszerű. Ugye a kisbolygóknak a legnagyobb részére ez már se igaz, mert ilyen kis krumpli alakúak, hiszen olyan gyorsan hűltek ki, hogy egyszer nem volt idő, meg nem is volt bennük másodlagos felfűtés, nem is alakult ki ez a gömb, gömbszerű struktúra. De még van néhány kritérium, ami ö, kell ahhoz, hogy bolygónak nevezzük. Na jó, hát akkor körülbelül láttuk, hogy a napunkhoz képest mekkora skálán mozog a csillagoknak a tömege, meg a bolygóknak a tömege a Földhöz, Jupiterhez képest. Na menjünk egy következő nagyon fontos fizikai mennyiséghez, és újabb izgalmas szélsőségekre vadászunk a hőmérséklet. Ugye mi emberek, hát, elég nyomorúságos kis lények vagyunk abból a szempontból, hogy nagyon-nagyon szűk az a tűrés határunk, ami között egyáltalán el tudunk létezni. Ugye, ha véletlenül lerészegedve itt elterülünk egy őszi estén, a parkba a fákat bizony akár kihüléssel meg is halhatunk már egy 5-10 fok közötti hőmérséklet környékén, bár nézek itt, hogy van itt orvos, hogy az megerősíti, hogy körülbelül jó mondom-e, tehát nem is kell mínusz foknak lenni abban, hogy kihűljünk és meghalljunk, hanem már ilyen plusz 0, 3, 4, 5 fok környékén ez már, már komoly veszély. Nyáron meg most jó meleg nyarunk volt, ugye, ezt mindenki megerősítheti, bizony a 38 fokban már szakadt rólunk a víz, és, és egyszer alig bírtuk kivárni, hogy már legyen már egy kicsit este, aztán egy kicsit fölélegezhessünk. Hát a Földünkön azért ennél durvább dolgok is történnek. Na kezdjük a hőmérsékleti szélsőségekkel, itt a saját kis bolygónkon. A valaha miért legnagyobb hőmérséklet, és sajnos azt kell, hogy mondom, ez nem is nagyon hiteles, nem biztos, hogy hiteles érték. A Nemzetközi Meteorológiai Szervezet azért nagyon odafigyel, hogy hülyeségeket ne beszéljenek a tudósok. Ilyenkor mindig hozzá kell mondani, hogyha valami nagyon szélsőséges értékről beszélünk, hogy az most hiteles vagy nem hiteles. Tehát azért ennek nagyon komoly kritériumai vannak. Például a régen, a 19. század végén, amikor már voltak meteorológiai mérések, még egészen más módokon mérték a hőmérsékletet, mint manapság. Ugye az a standardizálás, hogy a léghőmérsékletet mérjük, tehát nem a talaj másfél méter magasságban kell lenni a hőmérőnek, leárnyékolva, és így tovább, és így tovább. Tehát, úgyhogy nagyon nehéz ilyen száz évekre visszatekintve pontos értékeket mondani, meg tudni, de ez a mondás, hogy 1913. július 10-én Kaliforniában mérték a valaha lejegyzetleg magasabb hőmérséget, tehát ez 56,7 fok volt. Minimumot pedig az Antarktiszon a Vosztok állomáson 1983. július 21-én mérték, az pedig mínusz 89,3 fok volt az hitelesnek mondható, az egy komoly állomás volt, tehát az hiteles érték. De aztán egy másik érdekesség, hogy vajon például az is fölmerült az emberbe egy kérdésként, hogy egy adott pillanatban mekkora szélsőséget találunk a Föld két pontján, hogy a, 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 a hőmérséklet különbség a legmelegebb és leghidegebb pont között, az, az mi lehet egy adott időben. Itt a rekorder az a 2019. január 18-án évfélkor mértek egy olyat, hogy Ausztráliában plusz 48,3 volt, és ugyanakkor Oroszországban, de Jan mínusz 57,5, tehát ez a különbség 106,8 fok. A légkörünk ugye ilyen fura érdekes dolgokat tud produkálni, hogy egyidejűleg ilyen nagy különbségek is vannak. Na nézzük a környezetünknek a hőmérsékletét. Hát emelkedjünk el a Földről, és nézzük meg, hogy milyen hőmérsékleteket találunk a különböző bolygókon. E, igazából e, van egy durva szabály, nyilván minél közelebb megyünk a naphoz, e, ugye egyre melegebb hőmérsékletet e, e, kapunk, tehát a, a nap körüli térség is ugye melegebb, de ezt megint csak kérdezem én, hogy hát hogy is mérjük? Hát nem lehet egy ilyen hőmérőt oda dugni, ugye ahhoz, hogy a... a a hőmérőnk működjön, tehát mondjuk egy ilyen alkoholos vagy higanyhőmérő, az ahhoz az kell, hogy kellő mennyiségű anyaggal, mozgó anyaggal találkozon Itt egy atmoszféra légnyomáson elég sok levegőt alkotó atom meg molekula ütközik bele, és ezért a, 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 a kapott energia fölmelegíti a higanyt, vagy a, a, az ilyen alkohol származékot, és annak a tágulásával, tehát méretváltozást tudom visszavezetni a hőmérsékletre. Na de hát kint a naprendszernek a belső tere az olyan ritka, hogyha kidugnám a hőmérőt, alig ütközik bele néhány részecske másodpercenként, hát hiába van ott mégiscsak valamilyen hőmérséklet, nem tudom mérni, mert nem indul be a hőmérő. Tehát megint csak valami agyas dolgot kell kitalálni, Hát most megint csak elégedjünk meg azzal, hogy a, a az ilyen vákumbeli hőmérsékletmérések a részecskéknek a mozgási energiájára való visszavezetéssel működnek, tehát a részecskék átlagos sebességét kell nézegetni, és akkor az definiálja, hogy az a tér rész, amiben átlagosan ilyen sebességgel mozognak a részecskék, azt a közeget alkotó részecskék, az megfelel ennyi és ennyi hőmérsékletnek. No hát így tudjuk akkor azt például, hogy a holdnak az az oldalán, a hold felszíne, most ugye a holdnak nincs légköre, tehát most már nem léghőmérsékletről beszélek, hanem a szilárd testnek a hőmérsékletéről, a holdpor az a napsütötte részeken plusz 107 celsius tud lenni, ami pedig árnyékban van, az nagyon gyorsan eléri a mínusz 153 hőmérsékletet, tehát 153 celsius Úgyhogy e, például egy ilyen hőkamerával, ami most nem tudom merre jár a hőkamerám, egy olyan hőkamerával például lefényképeznénk a holdat, akkor egy adott helyzetben e, ilyen hőmérséklet eloszlást látnánk. Tehát ami a napsütötte oldalon, a, a nap alatti pont környékén, ahol olyan vöröset látunk ott, ilyen 107 fok körüli, a túlsó oldalon, a nappal átellenes oldalon, meg minusz 153 a Merkúrnál már más a helyzet, tehát mivel nagyon közel van a naphoz, a napsütötte oldalon 449 Celsius fog tud lenni, a nappal átellenes oldalon pedig minusz 184. Szóval nagyon nagy különbség. A Vénusznál hát odaadom az első ajándékot, ez egy kis kérdés, ha meg tudja valaki mondani, hogy a vénus nem látok én két számot, hogy a napsütötte oldalnak, mekkora a hőmérséklete, meg a nappal oldalnak. Mert az összes többinél ugye azt látom, tehát itt is a Marsnál is, a napsütötte oldalon a nap pontban plusz 36 is tud lenni, az egyenlítőn például, és a nappal átellenes pontban még mínusz 123. A Vénusznál még csak egy számmal. Megvan illetődve mindenki. Na, ki, ki, ki? Igen, és akkor a légkör, az mit csinál? De, ha többen hozzák össze a választ, akkor nem tudom kiadni, a, akkor egyelőre még benn marad, de igen, ketten, ketten összetetszettek hozni. Tehát, hogy a, de akkor kerekítsünk szépen egy egész mondatos választ, hogy a, olyan sűrű a Vénusznak a légköre, hogy az, és az üvegház hatásnak a működése a sűrűség miatt annyira hatékony, hogy gyakorlatilag teljesen ki tudja egyenlíteni ez a gigantikus üvegház a nap a, a és a nap alatti oldal közötti különbséget. Tehát nem is köl neki már, hogy... Ö, ö, hogy, hogy süsse a nap, mert a túló, egyrészt pedig még azt is tegyük hozzá, hogy olyan gyorsan rotál a, a, a felhőzet, tehát a, a légkör, hogy teljesen ki tudja egyenlíteni a nappal átellenes és a, a nap alatti részeket, tehát a sűrű, sűrű légkör és a rotáció a légkör rotációja. Ez a kettő biztosítja azt, hogy gyakorlatilag szinte egyenletes hőmérséklet van az egész felszín környékén, és ez pedig pff, majdnem 500 fok. Tehát brutális. Tehát itt azért látjuk, hogy a naprendszerben igen-igen nagy szélsőségek vannak, és ha elhagyjuk a napot, távolodunk, akkor szépen beáll az a körülbelül mínusz 184 fok, ami a mi naprendszerünknek az alsó hőmérsékleti határa. Ez egészen az Uránuszig ilyen mínusz 184, és a Neptunusz már annyira távol van, hogy ott már közeledünk a csillagközi térhez, tehát ott már csak mínusz 223 fok van. Még egy picit nézegessük azért ezt a hőmérséklet kérdést, mert itt majd azért érdekes dolgokat találunk még az univerzumba. Itt át kell, hogy térjünk a, egy másik skálára, ugyanis a Celsius fokot már, ezt még talán-talán érti mindenki, ilyen plusz 100 fok között értjük, ugye plusz 100 fokon forra víz egy atmoszféra nyomáson, Nulla foknál megfagy, megint csak mindig tegyük hozzá egy atmoszférán de úgy még ilyen mínusz 10-20-30 fokokat még el tudunk képzelni, de már egy ilyen mínusz 200 fokkal is bajunk van, és a mérése könnyű. A csillagászok és a fizikusok által használt úgynevezett abszolút hőmérséklet és kála, az elkerüli a mínusz meg plusz ilyen előjel váltásokat, tehát az úgynevezett Kelvin skálára fogok én most áttérni, és a, a, az univerzum szélsőséges hőmérsékleteit most már Kelvinekbe fogom inkább megadni. Ugye az itt az érdekesség, és itt megint a fizikára kell egy kicsit utalnom, hogy ez a mi világunk úgy néz ki, hogy olyan, hogy akármilyen, nagy, alacs akármilyen alacsony hőmérsékletek nincsenek. Tehát nincs mínusz 10.000 Celsius fok, nincs mínusz 20.000 Celsius fok. Valamiért nagyon gyorsan ezzel a skálával lefele lépegetve, nagyon gyorsan eljutunk egy olyan ponthoz, amikor a részecskéknek a mozgása szinte teljesen leáll, és az az a bizonyos nulla fok, az abszolút skála nulla fokja az, ahol már gyakorlatilag a részecskék nem mozognak. Tehát kvázi már csak egy úgynevezett nullponti energiája van, ez pedig mínusz 273,15 Celsius fok. Tehát magyarul látjuk, hogy a Neptunusnál már, már eléggé közel vagyunk ez a 273,15-höz. Na de vajon most megkérdezem én, hogy ha, ha, ha körbenézek én az univerzumba, vannak-e ilyen pontok, ahol sérjük a nulla fokot? Hát, ahogy menjünk lefele, van egy nagyon nevezetes ez a 2,725 Kelvin fokos hőmérséklet, ami nem más, mint az úgynevezett ö, háttérsugárzási szint. Ez mondhatom én, hogy az univerzumunknak a jelenlegi hőmérséklete. Tehát ezt tessék jó megjegyezni, hogy a mai univerzumunk, a mi univerzumunk az 2,7 Kelvin fokos, tehát egy nagyon picivel az abszolút nulla fölött vagyunk, 2,72 ez nagyon érdekes, tehát ebből például középiskolás csillagászati versenyen csak ebből a tényből, hogy Ekkor az univerzum hőmérséklete, nagyjából meg is lehet becsülni, hogy egy adiabatikus tágulásnak, ha elképzelem az univerzum tágulását, akkor ebből nagyjából vissza is lehet számolni, hogy mondjuk mennyi idővel ezelőtt volt az ősrobbanás, hogyha megmondjuk, hogy ott a maximális hőmérséklet az mennyi lehetett az anyagi hőmérséklet, csak akkor gyakorlatilag egy adiabatikus hűtés, megnézzük, hogy durván mondjuk fénysebességgel föltágítunk egy kezdetben nagyon pici, nagyon forró gömböt, és akkor milyen, mennyi idővel ezelőtt kellett, hogy történjen az a tágulás, hogyha most 2,7 kávére hűlt ez a kitágított gömb. Az, hogy miért ilyen tiritarka az a kép, ez az, az univerzumunknak a képe, ez nem is ilyen hőkamerával lehet lefényképezni, mert már ez olyan picurka energia, hogy ez már a mikrohullámú tartományban történik ennek az energiának a sugárzása. Ezt egy ilyen érdekes, fura szerkezettel fedezték föl. Hát két Nobel-díjat adtak is ezért a, a mikrohullámú háttérsugázás és az univerzum hőmérsékletének a megmérése okán. Na de azért persze most csak magunk között azért tegyük hozzá, hogy az a korai mérés, hát nem véletlen fekete-fehér kép, ez ugye 60-as évek végén járunk, ez ezen a görbén, ezen a hőmérsékleti görbén egyetlen egy pontba sikerült nekik megmérni. Na de ez elég volt ahhoz, hogy meg tudják mondani, hogy igen, ez a mérési pont, ami az univerzumból minden irányból jön ez a hőmérsékleti sugárzás, ez 2,7 kelvines kell, hogy legyen, meg is kapták érte a Nobel-díjat. És ez a tiritarkosság, ezek a, a, az inhomogenitások, tehát nem minden irányba pontosan ennyi, ilyen, ilyen egyezret fok környéki kis különbségek vannak, de nagyon picik, tehát az univerzumunk nagyon-nagyon homogén, nagyon-nagyon egyenletes, de ilyen tízezred, ezred, tízezred foknyi kis különbségek vannak a leghidegebb és legmegebb pontjai között. Hát, én nem vagyok kozmológus, de meg kell kérdezni a kozmológusokat, hogy ebből mire következtetnek. Hát valószínűleg ugye kezdeti korai univerzumnak az anyagi struktúrái, hogy hogyan csomósodott az univerzum, hol voltak sűrűbb részek, hol voltak ritkábbak, talán az ö, látható ebbe. Na, és aztán kérdezem én, hogy ha ekkora hőmérsékletű az univerzum, akkor tulajdonképpen hidegebbet nem is kéne, hogy találjak, de találtak. A rekorder, a jelenlegi rekorder, amit találtak leghidegebb az univerzumba, az egy Kelvin. Egy Kelvin. Méghozzá ez a Kentaurus csillagképben egy ilyen molekula felhőnek a belsejébe. Ugye ez azért lehetséges, mert egyrészt sűrű a molekula felhő, tehát bármiféle sugárzás kívülről próbálná fűteni, vagy akár belülről nem tudja fűteni, mert leárnyékolja a por, és ráadásul vissza gyorsan tágul ez a kötfelhő, és a tágulás az mindig hűléssel jár, tehát ezért itt képes egy kelvinnyi hideg hőmérséklet lenni. Menjünk fölfele, meg a maximális hőmérsékleteket hol találhatjuk az univerzumban. Hát először nézzük megint csak körül a naprendszerünkbe. A napunknak a felszíni hőmérsékletét jól ismerjük. Ez ugye tudjuk, hogy durván olyan 5600 Kelvin fokos. Na most jön egy kicsit megint egy játék. Ö, honnan is tudják a csillagászok, például, hogy milyen hőmérsékletű egy ö, csillag. Hát itt megint nem lehet hőmérőt oda dugni, mert egyrészt nagyon messze van, másrészt meg persze mert működne, mert ott azért van valamekkora anyagsűrűség, de ö, ugye képtelenség egy kivitelezni, hanem megfigyelték azt, hogy a csillagnak a színe az összefügg a hőmérsékletével, ezt a fototechnikában is használjuk, ugye ez a színhőmérséklet, és ezt fogom tudni most itt bemutatni. És egyébként eléggé jól a csillagok színe is körülbelül ilyesmit fog mutatni. Köszönöm szépen! Bekapcsoljuk. Aki itt van elől, az annak mindjárt mutatom, ugye itt 3300 Kelvin fog, tehát körülbelül, tudom, hogy egy kicsit erős a fény, megpróbálom egészen minimumra levenni, hogy ne bántsa annyira a szemüket és akkor most elkezdem emelni a szín, a, tehát a hőmérsékletet, és akkor szépen látjuk, ha mondom az értéket, már 4200, 4500, 4800, 5000, 5600, ilyen a nap. Milyen színűnek tetszenek látni? Ugye már ilyen kékes-fehér, tehát ugye mondjuk, hogy a nap az egy sárga csillag, de hát igazából azért az 5600 Kelvinben azért eléggé sok kék is van. Na most megyek visszafele, lefelé, akkor 5600, 4000, 3.600, 3005, 3003, ez a lámpa, ez ennyit tud. Azért most a maximumot is megmutatom, hogy lássák, hogy ez volt az 5600, és itt van az 5600, tehát igen, tehát elég szépen látszik a, a leg a, alacsonyabb hőmérsékletű csillagok olyan 1800-2000 Kelvin fok körüliek, a Fölfele a legnagyobb hőmérsékletű csillagok, azok tudnak akár 30 ezer Kelvin-fokot is. Na de, hát látjuk, hogy a napban is vannak jóval nagyobb hőmérsékletek is, méghozzá 1 millió Kelvin-fok, méghozzá a koronájában, ebben a külső tartományban, és akkor megint ez hogyan is értelmezzem? Hát úgy értelmezem, hogy a részecskék mozgási, átlagos mozgási sebessége akkora, hogy az 1 millió Kelvin foknak felel meg hőmérsékletbe. Tehát ott is ezt szoktuk mondani csillagász szakkörön, hogy ha az űrhajóból kidugnánk ott a napkoronájába, bemennénk egy űrhajóval, ö, és kidugnánk egy hőmérőt, az gyakorlatilag ugyanazt a minusz 160-180 fokot mutatná, mert egyszerűen ö, nincs elég részecske az 1 millió Kelvinnek megfelelő sebességgel mozgó részecskéből nincs elég, hogy a megmozdítsa a higany szálamat. Tehát ez megint csak ilyen fizikai ö, definíciójú hőmérséklet. No, ö, menjünk tovább. Ugye a csillagoknál mondtam, hogy 3000 ö, Kelvin, no, bocsánat, így. Viszont ha lefele megyek a nap belseje felé, akkor azt látom, hogy egyet csak nő a hőmérséklet és a titok az itt a magban van, amiről az előbb meséltünk, hogy a csillag az attól csillag, hogy a hidrogén hélium már alakul, illetve a legnagyobb tömegű csillagokban a hélium is tovább tud alakulni, sőt egyre magasabb rendszámú elemek is képesek képződni. Na ehhez egyrészt nagyon nagy nyomás kell, és nagyon nagy hőmérséklet. Na hát a nap belsejében körülbelül olyan 14 millió Kelvin fokos hőmérséklet kell, hogy legyen. Na ezt ne is kérdeze senki, hogy hogy mérték le a csillagászok, nagyon egyszerű a válaszom, sehogy. Tehát ez nem mérés, ez egy modell számításnak a következmény. Tehát azt tudjuk mérni, hogy mekkora a nap tömege, azt le tudjuk mérni, azt tudjuk mérni, hogy ö, mekkora a mérete, és ezekből ki tudjuk számolni a fizika elvein, hogy mekkora nyomás van a belsejébe, és akkor ahhoz, hogy két proton másnak tudjon ütközni. Ugye a két proton mind a kettőnek irgalmatlan nagy pozitív töltése van, tehát ezek nagyon taszítanák egymást, tehát ha akkor tudom csak fuzionáltatni őket és egymásba préselni őket, hogyha kellően nagy nyomást tudok produkálni, és egyúttal nagyon nagy sebességgel mozognak ezek. Tehát akkor a nagy sebesség és a nagy nyomás kell, a nyomást azt ki tudom számolni, és akkor az egyenletekből kijön, hogy mekkora sebességgel kell, hogy ott mozogjanak ezek az elemi részek, hogy létre tudjon jönni ez a fúzió, és abból már ki is tudom számolni, hogy ez a hőmérsékletben ez mit jelent, és muszáj, hogy ekkora hőmérséklet legyen ott. A nagyobb csillagokban ennél sokkal nagyobb hőmérsékletek vannak. Tehát egy nagyobb tömegű csillagban akár 100 millió Kelvin fok is lehet. Ugye a hélium az 200 millió Kelvinen indul be, ugye az két proton és két neutronból áll a hélium mag, és ezek nagyon-nagyon stabil magok, tehát ott még nagyobb nyomás és még nagyobb hőmérséklet kell, hogy a hélium fuzionálni tudjon. Az oxigén, szilícium és a többinek meg még magasabb. Na, tessék megnézni, hogy az univerzum szörnyűségei igazából itt vannak a csillagok belsejében. És majdnem egy milliárd kelvin környékén járunk már, amikor oxigén égést akarunk produkálni a legnagyobb tömegű csillagok belsejében. Na most ehhez képest ö, szinte, szinte játék az, ami az ilyen titokzatos fekete lyukak, meg ilyen, ilyen exotikus objektumok környékén, az akréciós korongokban történik. Ezekbe csak ilyen 10-20 millió kelvines hőmérsékletek jönnek létre, tehát itt a fekete lyukak körüli akréciós korongban, hogy hullik befele az anyag, ugye itt termikus röngen sugárzást látunk, az megfelel ennek a 10-20 millió kelvin foknak. Viszont Azért vannak még nagyobb szörnyűségek az univerzumban, és ezt talán azt mondhatom, hogy körülbelül ezek a rekorderek az úgynevezett hipernovák, tehát a legnagyobb tömegű csillagok élete végén történő robbanás, a csillagok megsemmisülése környékén, a szupernova, illetve hipernova robbanás környékén ott akár 10 milliárd Kelvin-fokos hőmérséklet is képes lenni egy rövid kis ideig. És aztán hát vannak még nagyobb, még rejtélyesebb struktúránk, de, de, hát ezek nagyon távoliak, és a mérés technikánknak ez, ez nagyon a, a, határa, de a valaha föltételezett legnagyobb hőmérséklet, ez a 750 milliárd Kelvin körüli, ez a kvazároknak a, a közé, közé, közepe környéki tartományokban mérhető, de ez nem is egészen világosan értett objektumok ezek, tehát mágneses térben földgyorsuló elemi részes kékről van szó, nagyon heves energia Itt is valószínűleg extrém nagyméretű fekete lyukak vannak a belsejében, szóval talán, talán azt mondhatjuk, hogy, hogy, ezek a legnagyobbak. Na most már a végére értünk a, a, a fizikai alapmennyiségeknek, most már ilyen származtatott mennyiségeket nézünk. A, sűrűség, ugye itt a vizet hozzuk föl példának, és abból indulunk ki, ugye egy liternyi víz, egy köbdeci víz, az egy kilogramm tömegű, ez ugye sűrűségben, ugye ezt szoktunk gondolni, egy gram per köbcentiméter, tehát most gram per köbcentikben játszogatunk, és akkor most megint ö, ö, fölteszem a kérdést, és most már tényleg szeretném odaadni ezt a naptárt, hogy a napnak mindjárt az átlagsűrűségére akarok rákérdezni, de először nézzük meg a naprendszerben a Szaturnusz egy nagyon érdekes bolygó, az átlagsűrűsége az kisebb, mint a vízé. Ugye nyilván itt befele sűrűsödnek a bolygók, tehát ahhoz, hogy az össz, a teljes bolygó 0,7 g per kötszent és átlagsűrűségű legyen, ezért nagyon-nagyon ritkának kell, hogy legyen kívül, és belül nagyon-nagyon sűrű. A Földünk a rekorder egyébként a naprendszerbe, a Földünknek a legnagyobb a bolygó között a sűrűsége 5,51. Ez az átlagsűrűség, az összes többi bolygó, még a Merkur is kicsivel kevesebb az exobolygókat is vegyük most már az él elő, ott e, látunk ilyen földszerűeket, Jupiter-szerűeket, ilyen vízkörüli sűrűségűeket, viszont egy nagyon érdekes rekordert hagyj említsek meg, a legkisebb sűrűségű exobolygó, amit valaha találtak, jelenleg 0,03 g per köpcenti, a legkönnyebb ismert makroszkópikus anyag, a parafa, az 0,24 a szilárdtestek közül, 0,24 g per kubcenti, tehát ez még a parafánál is könnyebb, tehát ez, ez úszna a víz tetején ez a bolygó. Na hát akkor kérdezem én, hogy ki tudja megtippelni, hogy a napnak az átlag sűrűsége az mennyi? Hát ugye egy csillagról van szó, most vigyázzat, mert direkt elviszem a gondolkodást rossz irányba, csillag, iszonyú nagy tömegek, középen ugye áthatolhatatlan sűrűség befele, és, és nagy hőmérséklet, ugye láttuk, hogy mennyi, 14 millió fok, meg de mennyi lehet a, az átlag sűrűség a napnak. Ugye csillagász szakörösök meg azért, azért azok tudják, tehát azért főleg olyanoktól várom a becslést, aki, aki azért nem nincs otthon a csillagászatban. Mennyi lehet? Tehát a vízhez képest, most a vízhez hasonlítjuk, a víz az 1 g per köpcenti, föld az Szaturnusz 07. Ki mondta? Na, akkor most már nagy örömmel a kód adom, <laughs> igen, igen, tehát 1,4. Akkor egy tapsot, áll, jó válaszért tessék, és akkor ez egy. egy használják, nagyon szép asztrofotók vannak benne. Na, de most, amellett, hogy, hogy 1,4 az átlagsűrűség, tehát a víznél alig valamivel több, de hát a nap is rétegződik nap is rétegződik, és mondtam, a belsejében meg fúziós folyamatok vannak, azért rákérdeznék én még, nem tudom, erre kiadjam a pósztert, még egy, még egy, kérdésem volna a végén, azt hiszem szerint a pósztert azt arra adnám ki. Jó, mondjuk azt, hogy akkor még egy pósztert földobok, tehát akkor a pósztárért valaki mondja meg, de akkor most már az, aki választ adott, az mondjuk valószínűleg tudja a másikra is a választ, hogy a magban milyen sűrűség lehet ahol ezek a fúziós folyamatok folynak. Tehát ugye, kezdjünk gondolkozni, hogy ugye az előbb már azt mondtam, hogy hatalmas nyomással nyomódik a gravitáció, hogy nyomja össze ezt a, a napot. Hát, hogyha nem nyomná össze, és nem benne irgalmatlan nagy nyomás, akkor például a fúziós folyamatok szétfújnák a csillagot, mint ahogy beszéltük is, hogy a nagyon nagy töbegű csillagoknál ott képesek lennének szétfújni a fúziós folyamatok. Itt nem fújják szét, mert ö, ö, a, a gravitáció erősebb. Akkor mennyi lehet ott benne a sűrűség? Ki mondta? Egyelőre 80. Nem. Na, közben nagyon telik az idő, úgyhogy nagyon sokat nem tudunk várni, akkor mondjuk úgy, hogy szabad a gazda. 150. Tehát igazából azért 80-nal alul, alá, én azt hittem, hogy majd valaki mond ilyen ezret, vagy ilyen valami akármennyit mond majd valaki. Tehát azért meglepő, hogy azért nem olyan nagyon nagy. Tehát azért nem olyan nagyon nagy. De 150 azért nem olyan nagyon nagy. Na nézzünk ilyen extrémumokat, hogy e, hol van a legkisebb sűrűség. Na menjünk kifele a, e, a csillagközi térbe. A csillagközi térbe 10 22-en gram per nagyon-nagyon parányi sűrűség van, alig van anyag. E, hozzá kell, hogy tegyem, a, 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 ha még kilépünk a galaxisok, Kívül is, a galaxisokon kívüli térben, tehát a galaxis közötti térben, ez a 6x10-24-en, ugye megint visszaköszön ez a szám, gram per köpcenti. ez tulajdonképpen egy proton köbcentiméterenként. Úgy kell elképzelni, tehát egy proton köbcentiméterenként. Ehhez képest a tejutrendszerben azért egy jó százszor ö, nagyobb sűrűség van. És az az érdekes, hogy vannak olyan ködök, ezek az úgynevezett molekulafelhők, olyan gáz és por koncentrátumok, amikben még sűrűbb lehet az anyag, tehát akár ö, olyan több ezer atom is lehet, köpcentiméterenként. ezekbe születnek a csillagok. Aztán nézzünk nézzünk szörnyűségeket, ilyen egzotikus objektumokat, ahol meg sokkal nagyobb a sűrűség, mint a, mint a napba. Hát például a fehér törpe csillagokról szerintem mindenki hallott, ezek ugye például a napunkból is majd ilyen lesz, egy fehér törpe csillag, amikor befejezi az életét, összehúzódik, összepréseli a belső anyagát, a benne lévő összes elektron elfajul, és egy nagyon speciális, úgynevezett elfajult elektrongázzá válik, ami azt tudja, hogy olyan, mint a folyadék, tehát nem összenyomható. Tehát magyarul az összehúzódáskor egyszer csak egy bizonyos ponton, amikor beáll ez az állapot, fölkeményedik a nap belseje, ott valószínűleg ez olyan hirtelen történik, hogy egy lökés hullám visszapattan erről a fölkeményedő részről, és ez lefújja a külső rétegeket, egy nagyon szép különbség fog keletkezni a nap külső gázrétegéből, és belül ott marad ez az összes összesűrűsödött, elfajult, elektron gázból álló, ilyen kis fekete törpe csillag, ami alig, alig, nagyobb, mint a Föld. Mint a Földünk, kb. akkora méretű lesz, és viszont ebbe benne van a Szinte a teljes napanyag, tehát majdnem egy naptömeg. Úgyhogy, ha valaki elosztja a keletkezett objektumnak a térfogatával a tömegét, két millió gramm per köpcenti. Ezt egyébként szoktuk is mondani, hogy durván, ugye ez egy tonna, egy köpcenti anyag, a fehér törpém az egy tonna. Brutális, brutális. Hát a mérete némelyiknek még kisebb, mint a Föld, ugye oda van téve mellé a képen a hold, tehát némelyik még kisebb, mint a ö, ö, Föld. De aztán ennél vannak még durvább e, e, sűrű objektumok a, a világegyetemben. A sokkal nagyobb tömegű csillagok, a 5 vagy 5 nap tömegnél még nagyobb tömegű csillagok, amikor így összeroppannak az életük végén, akkor a hatalmas sebességgel és olyan nagy e, e, energiával e, húzódnak össze, hogy képesek átlökni az, az elfajult elektrongáz állapoton is a csillaganyagot, és egészen összepréseli egymásba a protonokat és az elektronokat, az az irgalmatlan nyomás, és neutronná válik az összes. Neutronizálódik, mint a fekete ruhás emberekben a menin neutronizáló. Tehát ez itt ténylegesen a csillag neutronizálja magát, ez a nagy tömegű csillag, és gyakorlatilag a neutrongáz fog elfajulni, és akkor keményedik föl az a belső, és ez már olyan picike, hogy Nincs 20 kilométernél nagyobb. 20 kilométer. Tehát mondjuk e, halas, meg János Halma között, mondjuk ilyen 20 kilométert, tehát itt rátennénk, hát mondjuk be is szakadna az egész föld, mert ugye legalább ilyen másfél nap tömegnyi anyag van benne, de ilyen kis 20 kilométeres térségben ez 10 a 15 en gram per köpcenti. Ha megnézzük, az atommagnak a sűrűsége kisebb. Tehát brutális. Ez, én azt mondanám, hogy ezt tessék megjegyezni, mint a... És aztán a kérdés, hogy na de és akkor hallottuk, hogy fekete lyukak, hát akkor az még szörnyű, mert akkor az ott átlöki az eseményhorizonton is az anyagot, és akkor... Na de hát a fekete lyukaknál hogy is definiáljam én a sűrűséget? Hiszen az elvileg a fekete lyuk valóban az egy pontszerű, egy matematikai pont, hogy az anyag, olyan állapotba kerül, amit nem is tudok önöknek itt elmesélni, mert én sem tudom elképzelni, hogy ez milyen valami. Nagyon furcsa állapotba kerül az anyag. Hát annak végtelen a sűrűsége. De nem, azért tudunk definiálni. Tehát azt mondjuk, hogy az esemény horizontnak a méretét, vegyük a fekete lyuknak a méretéül, és osszuk el a benne lévő tömeg, tömeget ezzel a térfogattal, és így kiderül viszont, hogy a fekete lyukaknak nem is olyan nagyon szörnyű a sűrűsége, már legalábbis, ami a szuper nagy tömegű fekete lyukakat érinti. Például, ami a tejútrendszerünknek is a közepében van, meg a galaxisok közepébe ezek a szuper nagy tömegű fekete lyukak. Hangsúlyozom, a csillagászat azt mondja ezekről, hogy ezek nem csillagok összeroppanásából keletkeztek, hanem valami egész más módon. Még a korai univerzumnak valamiféle struktúrái. Egy 4,5 millió naptömegű fekete lyuk, ilyen szuper tömegű fekete lyuknak, a mérete, a sugara 13,5 millió kilométer, ezt szépen eltetszenek osztani, tehát kiszámoljuk egy ekkora gömbnek, ugye ez az eseményhorizonnak a sugara, ami mögött már nem látunk semmit. És ennek a térfogatát val osztjuk el a tömegét, ez csak 900 g per köpcenté. De játszunk el tovább a dologgal, hogy viszont nézzük meg a csillagszerű fekete lyukakat, amik viszont tényleg egy csillagnak az összeroppant maradványai, egy négy nap tömegű halott csillag, fekete lyuk, 12 km-es sugarú, pici, még kisebb, mint a euh, csillagok voltak, és bizony, na itt már azért találunk ugyanekkora sűrűséget. Ezt a rekordot nem tudja megdönteni azért a csillagszerű fekete lyuk se, tehát én azt mondom, hogy ez azért nagyon-nagyon zavaros ez az egész fekete lyuk dolog, de lássuk be, hogy igazából tehát jobb, hogyha ilyen kézzel fogható és valóban megfigyelhető objektumokként a neutron csillagokra gondolunk, mint az univerzum legsűrűbb objektumai. Még egy picit, a, most már egy-két képet mutatok, még csak a mágneses tér, ezt azért már nagyon nehezen értjük mi is, mert nem érezzük a mágneses teret, erre nincsen szervünk. A Tesla mértékegység sem mond nekünk nagyon semmit. Hát annyit hagyd mondjuk, hogy a technikailag előállítható legerősebb rúdmágnes, a ilyen neodímiumból, amit csinálnak, az ön 1,2 Tesla Térerőségű. A földünk az 30 mikroteszlányi, tehát amiben mi itt létezünk, a föld felszínén, és ez is csak az egyenlítőn, tehát a mágneses egyenlítő mentén, tehát mi attól jóval távolabb vagyunk, úgyhogy itt még ennyi se a, a mágneses térerősség. Na ez, ezre referenciaként nézzünk meg, hogy mekkora mágneses terek vannak az univerzumban, de azért itt még egyet mutatok, hogy azért ez se annyira egyszerű, tehát ez egy dipoltér, amit látunk, de a Földünknek nem ilyen egyszerű dipoltér a mágneses tere, hanem kölcsönhat a napnak a mágneses terével, és a nappal ellentétes irányba elfújja a nap plazmája, és ilyen, ilyen, ilyen furcsa, fátyolszerű a, a mágneses terünknek az egyik fele. A napunknak is nagyjából van egy meghatározó dipoltere, ez 50 és 400 mikrotesla közötti térerősségű, időben is változik, és helyről helyre is változik, 50 és 400 között. Hát, nem sokkal erősebb a Földnél. Vajon, hogy működik ez? Van-e ennél nagyobb mágneses tér a csillagok világában, vagy az univerzumban? Itt egy nagyon jó ábrát találtam, ez egy adott pillanatban ö, ö, mágneses mérésekkel lemodellezték a napnak a mágneses erővonalait, és ott van egy röngen fotó a, a nap alsó koronájáról. Hát ugye ezek akkora nagyok, ezek a mágneses hurkok, hogy a koronába. ...nek bele. Úgyhogy tulajdonképpen a koronát látjuk így, és a koronában futó mágneses erővonal rendszert. Nagyon érdekes, hát így ilyen szemünk nekünk nincsen, tehát ezt így mi nem látjuk soha. Na hát akkor nézzük csak, hogy a sokkal nagyobb mágneses tereket találunk, megint ezek a kis piszok fehér törpék jönnek elő, hogy amikor egy csillag befejezi az életét, összehúzódik, a mágneses erővonalak megmaradási tételéből következően nyilván egy kisebb méretűre összezsugorodott kezdeti mágneses térnek sokkal sűrűbben az erővonalai, úgyhogy ezt már szintén az 50-es években megjósolták az asztrofizikusok, hogy a kisméretű fehér törpe csillagoknak nagyon nagy lesz a mágneses tere, ezt különböző spektroszkópiai módszerekkel tudják mérni, úgyhogy mindjárt majd még spektrumot is nézünk, ezt körbe lehet adni, tessenek vele vigyázni, bár lámpába tessék bele nézni vele, és akkor látunk nagyon szép emissziós vonalakat, tehát a mágneses teret a csillagok, világító objektumoknak a színképének a vizsgálatából lehet megmondani, hogy milyen erősségű ott a mágneses tér, a napot is vizsgálják így, és a fehér törpéknél az derül ki, 200 fehér törpét vizsgáltak meg az elmúlt 10 év során, és nagyon pontosan megmérték a mágneses terüket, rettenetesen sokkal nagyobb a napnál, tehát ahogy várták is az 50-es évekbeli asztrofizikusok, akár 100 kiló teszlát is, ugye a kiló az 1000, tehát 100 ezer tesla, Térerősséget is lehet mérni némelyiknél, a rekordereknél. De még ez se a csúcs, még ez se a csúcs. A pulzárok, amik ugye még kisebb ö, objektumok, ugye ezek a neutroncsillagoknak egy speciális fajtája, egymillió tesla térerősséget tudunk mérni, hát ugye már kisebb méretük miatt is sokkal nagyobb térerősségek vannak, és a pulzároknak van egy nagyon speciális, pár évvel ezelőtt fedezték fel az első ilyeneket, ezek nem is pulzárként működnek, de neutroncsillagok, ezekben találták meg, én úgy tudom, hogy ez jelenleg a rekorder, 10 a 11-en Teslát is tudnak produkálni ezek a magnetárok, azért is van a nevükben, tehát ezek mágneses, ilyen extrém mágneses objektumok. Uh, sugárzásról egy pár szót, ugye a napunk élteti itt a földi életet, a naphoz uh, viszonyítva, hogy mennyi energia hagyja el a nap felszínét, és uh, uh, sugárzódik szét az univerzumba. Ez valahol a csillagok világában egy közepes érték. A sokkal nagyobb méretű, sokkal forróbb csillagok uh, képesek akár egymilliószorta több összsugárzást kibocsájtani, még a leghalványabbak, körülbelül ilyen egy tízezrednyi, tehát itt a naps, az összes kisugárzott energiának a skáláját látjuk, ezek a pici vörös törpecsillagok alig tízezredét bocsátják ki a napunk sugárzásának. Viszont a rekorderek nem a normál csillagok, hanem a normál csillagoknak az élete vége táján a szupernova állapotba kerülve egy pár pillanatig, egy néhány óráig maximum, egy egész galaxis összes csillagának a kisugárzásával sugározni ezek a szupernovák, úgyhogy azon 10 a 11-en szerese a napnak. Illetve a legnagyobb tömegű úgynevezett hipernovák még egy jó tízszer ennél is nagyobb energiát képesek kisugározni. Itt ezt a képet ugye csak azért tettem be, mert a jól ismert rákköd az egy ilyen valamikori szupernovának a maradványa. Ilyeneket manapság egy évbe a csillagászok több száz szupernovát fedeznek föl, és ezek közül csak néhány hipernova van, de már tehát minden századik szupernova az ilyen extrém nagy sugárzású hipernova. És hát a végére hagytam, amiről szó volt itt az elején, hogy hát sebességről is beszéljünk már. Hát, de sebességben, hogy melyik a világon a legkisebb sebesség, hát az hülyeség, tehát arról, arról nincs nagyon mit beszélni. Viszont sokkal jobban izgat bennünket, hogy, hogy mekkora a legnagyobb sebesség az univerzumban. És akkor most adnám ki a pósztert, ugye, hát hogy néhány viszonyításunk legyen, ugye a nap keringése a galaxisunkban a tejütrendszer középpontja körül 250 km s a földünk nap körüli keringése az 30, a föld felszínről való szökési sebesség az 11,2 km per szekundum, és kérdezem én a poszterért, hogy a föld forgásából eredő kerületi sebesség, tehát itt, amint mi állunk. tehát És velünk így forog a föld. Tehát ez a kerületi sebesség, ez mekkora. És itt pontos értéket kérek. Tehát a posztelt arra adom ki, hogyha. Én kérném, segítsenek nekem, mert most már én is fáradt vagyok, azért hagyni számolgassam át, ez kilométer per szekundumban mondjuk meg, hogy egy másodperc alatt hány kilométert megy a Föld velünk. Azért szerintem elég szemléletes, tehát hogy egy másodperc alatt hány kilométert megy el velünk a Föld. 120. Azért egy picit segítek. Hát ha 120 lenne, akkor a Föld darabjai elszállnának és elhagynák a Földet, tehát a, ugye a szökési sebességnél azért kisebb kell, hogy legyen. Na? Na, 1,4. Nem, de már úgy pödzögetésnek jó. Tehát még egyet, még lehet becsülni. De nem jó, mondom, 20 nem lehet, mert a, mert, tehát a szökési sebesség akkor, akkor le, leszakadnának ezek a rétegek, és elhagynak. Na, ott a poszter, köszönöm. Akkor tessék tapsod, 0,5. <laughs> Igen. 0,5. Na, és akkor most számogassunk egy kicsit. Ugye a, nyilvánvalóan mindenki tudja, hogy a fénysebesség a legnagyobb sebesség, és egyelőre a fizika nem talált ebbe a létező univerzumba ennél nagyobb sebességet. Ez most már hitkérdése is a fizikusok részéről, de nyilvánvalóan, ha egyszer csak találunk majd nagyobb sebességet, hát akkor fölül kell vizsgálni a fizikát. Vannak fizikusok, akik egy ilyen hipotetikus részecskét, a tahionokat tételezik föl, mint amelyek gyorsabban mozognak a fénynél. Azt azért csak zárójelben mondom mindenkinek, hogy itt még tényleg jó összekuszáljon a gondolatokat, és ne tudjanak nyugodtan aludni, hogy a különböző közegekben azért vannak nagyobb sebességek a fénynél, tehát például a víz fénybeli sebessége jóval kisebb ennél és a vízben például elektronok is tudnak például gyorsabban menni, mint a fény. Ugye olyankor látunk Cserenkov sugárzás, meg mit tudom én, de a vákumbeli fénysebességnél a vákumban semmi nem tud gyorsabban menni, mint a fény. És az pedig annyi. Na de, hát azért többen tudják, hogy hát felfedeztek olyan távoli kvazárakba olyan gázkitöréseket, amik három meg négy fénysebességgel, háromszoros, négyszeres fénysebességgel távolodnak. Na most akkor mi van? Most akkor a fizika akkor fejre állt. Ugye csinálunk fényképeket, ott van például egy tipikus ilyen jet, 1994-ben szépen ott el lehet különíteni ezeket a jetbe a csomókat, és akkor meg lehet mérni a szög különbségeket, hogy mennyit távolodik el a középpontból néhány évente. Tehát akkor látjuk, hogy van háromszoros fénysebesség, meg ötszörös fénysebesség. Most akkor mi van? Na, és ezért mondtam, hogy most egyet azért egy példa, engedjenek meg nekem ennyit, hogy most kicsit számolgassunk. Rajzoljuk föl a helyzetet. Itt van a Föld, itt vagyunk mi, a távcsővel, itt van egy nagyon távoli galaxis, egy messzi-messzi galaxisban, ugye itt a csillagok háborúja, és induljon ki a galaxis középpontja és a Földet összekötő egyenesre, alfa szögbe, induljon ki egy kis jet, egy ilyen kis plazma csomó, T egyenlő nulla idő pillanatban, és menjen V sebességgel ami tudjuk, hogy kisebb, mint a fénysebesség. Továbbra is ragaszkodok ahhoz, hogy a fénysebességnél nagyobb nincs. Tehát ez a jet is a fénysebességnél kisebb sebességgel indul el itt. Na, akkor látok egy kis villanást, egy fényjelet, hogy elindult a jet, és ez fénysebességgel, ez az információ, hogy elindult a jet, jön-jön a Földre, és elér a Földre T0 plusz S0 per C idő múlva, ugyanis ugye le kell küzdenie a galaxis és a Föld közötti távolságot, amit s 0 jelzek, és a T0 időpontot, azt meg nem ismerjük, hát valamikor egy távoli T0 időpontban, úgyhogy mi T1-kor látjuk, hogy hops, a magból elindult egy jet. Na, eltelik valamennyi T idő, akkor ezen a sárga vektor mentén ez a kis jet elem, az a kis csomó T idő múlva, ugye V sebességgel, V szer, T távolságba jut el. Itt megint kibocsát egy jelet, ami eljön hozzánk, és a távcsőbe valamilyen T2 idő múlva, vigyázzat, nem biztos, hogy T múlva, ami, ami itt állt a jetnek, valamennyi T2 idő múlva észlelem, hogy a jet odaért abba a pontba. Na nézzük, mi is van. Mivel itt azért nagyon nagy távolságok vannak, ezért figyelembe kell vennem azt, hogy ez a t idő alatt, ezzel a nagy v ami ugyan kisebb, mint a fény, de elég nagy, azért elég nagy távolságra eljutott ez a jet. Tehát ott, amikor a jet ideért, akkor a földtől már nem S0 távolságban van az a jet, hanem egy kisebb S1 távolságban. És ezt ki is tudom számolni, mennyi ez az s Ez az S0 távolság mínusz mínusz ennek a vetülete, ami derékszögű háromszög, mondtam, hogy nagyon egyszerű dolgokról lesz szó, Pitagoras tételből, vagy pedig ugye a, a, az egyszerű szögfüggvényekből ki lehet fejezni, az alfa szöggel ki tudom fejezni, hogy ez a távolság, ez, ez vészer tészer alfa. Tehát az S1 egyenlő, S0 mínusz vészer tészer alfa. És maga az időpont, a T1 ugye T0 plusz per, S0 per C volt, a a t2 időpont pedig ez a t0, plusz az a t, és plusz az s1 per c, ami alatt innen eljut a fényjel a Földre. Az s1-et ide behelyettesítjük, és akkor nézzük csak, hogy hogy is tudunk megküzdeni ezzel. Az az időkülönbség, amit itt a Földön észlelek, itt ugye nem két Föld van, hanem ugye két különböző időpontban mutatom a Földnek a helyzetét, a két időpont különbsége T2-T1 az a, az időpont, ami alatt én azt látom, hogy ez a jet a galaxis középpontjától eljutott ide kívül, de én ezt látom, ugye, vigyázat, azt nem tudom, hogy ez mekkora, nem tudom a szöget se, nem tudok semmit, tehát én csak azt tudom észlelni, hogy ez a jet a galaxis középpontjától D távolságra eljutott T2-T1 idő alatt. Mekkora ez a távolság, amivel ha sebességet akarok számolni, el kell osztanom, mivel tudok mutatni. Mondjuk ezzel. Tehát ez a sebesség, ó, ha nem tudok nagyon mutatni. Tehát magyarul a D, a D távolságot, amit látom a Földről, hogy ennyit tett meg a jet, a delta t idő alatt ezt a kettőt elosztom, egy viszonylag egyszerű formulát kapok v szer sinus alfa per 1 minusz v szer alfa per c. A c a fénysebesség, a v az általam nem ismert sebessége, tényleges sebessége a jetnek. És akkor tessék számoljunk, hogy például legyen a jetnek azért elég nagy sebessége, a fénysebesség 80%-a, tehát a v az 0,8%. És mondjuk egy ilyen átlagos 45 fokos szöget képzeljünk, hogy 45 fokos szögbe a látóirányunkra 45 fokos szögbe tört ki a jet, szorozzuk össze, számoljuk ki, már is ott van a szuperfénysebesség, 1,3 fénysebességgel látom távolodni kifelé a jetet. Tehát ez egy nem valós sebesség, ez csak egy látszólagos sebesség. Ilyen hülyén alakulnak a dolgok, hogy mivel időbe telik a fényjelnek, hogy hozzámérjen, ezért a, a, se, a fénynél kisebb sebességű oldalirányba folyó mozgásnak a sebessége... E azért jóval kisebb időkülönbség alatt ér be, mint ahogy megtörtént ez a mozgás, tehát ezért én úgy érzékelem, mintha a fénysebességnél gyorsabban történt volna, de ugye látjuk, hogy ez nem egy valódi mozgássebesség, hanem csak egy vizuális. Egyébként, hogyha eljátszogatunk itt különböző számokkal, tehát ez itt a kulcs az egésznek, eljátszogatunk ezekkel a számokkal, Lesznek olyan kombinációi a szögnek és a sebességnek, hogy nem is lesz nagyobb fény a fénynél a sebesség, de maximumba előállhat olyan kombinációja a szögiránynak, meg a kitörési sebességnek, hogy akár ötszörös fénysebesség is kijöhet a látszólagos mozgásban. Úgyhogy én köszönöm szépen, hogy velem tartottak ebben a számolásba, és azért, hogyha ez úgy kicsit hirtelen, sokként ért mindenkit, azért otthon én merem mondani, hogy egy papír ceruza mellett még egyszer nézzék meg ezt az ábrát, és játszogassanak-e vele, és, és tényleg működik a dolog. Tehát a világunk ilyen egyszerű. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, és ha lesz kérdés, akkor még szívesen válaszolok itt az elhangzott dolgokkal kapcsolatban. Köszönöm. Fölmerült a kérdés ugye a nap működésénél, ja. hogy ugye ott valahol középen megy végbe a fúzió, ugye, ugye a hidrogén. Igen. Most a hidrogén egy könnyű elem, amit még megtartani is nehéz egyébként. Azt várná az ember, hogy a nap belsejében nehéz elemek vannak, nem hidrogén. Hogy hogy, hogy lehetséges az, hogy az pont ott van középen? Hogy igen, erre nagyon egyszerű válaszolni. A nap teljes anyagát, ha szétválogatnánk, az öme hidrogén. Tehát olyan kevés nehéz elem van a napban, hogy ilyen, ilyen, százaléknyi, tehát két százaléknyi vas, nikkel, króm, magnézium. Hogyha ilyen elemzővel, ugye belenézünk a napba, és akkor kiértékelgetjük az ott látható vonalakat, amik arról árulkodnak, hogy mi van a nap anyagában, bizony látjuk, hogy króm, tehát vannak benne fémek is valóban, de olyan kicsi mennyiség a hidrogénhez meg a héliumhoz képest, hogy ha még van is ilyen keveredés, mert már van, tehát olyan horizontális és vertikális keveredések is vannak, tehát úgy nagyjából én azt mondhatom, hogy a napnak az anyaga relatívá -e homogén, nem olyan, mint a Föld, meg a bolygók. Ugye azoknak van megszilárdult kérge, az, a, az, az valamennyire be van fagyva az a sűrűségi elrendeződés, tehát a, napnál, a bolygóknál valóban megfigyelhető az, hogy belül nagyobb sűrűségi anyagok vannak, Ugye a Földnek is a belsejében milyen vas körüli sűrűségű állapot van, vasnikkel kell magjan a Földnek, meg a Marsnak is, a, a Vénusnak is. Ahogy megyünk kifele, a gázbolygóknak már nagyon pici fémmagja van, a Jupiternek talán még lehet fémmagja, de ott is már inkább fagyott hidrogén, meg ilyen nagy nyomás alatt ilyen fémes hidrogén alkotja az ömét. Tehát inkább arról van szó, hogy a nap viszont azért mégiscsak egy plazma gömb, tehát az annyira át tud keveredni, hogy nem alakul ki ilyen, ilyen, ilyen sűrűség szerint elrendeződés, hanem a sűrűség az azért mélyebb ott belül, mert a gravitációnak a nyomó hatására alakul ki. Tehát amúgy mondom, tehát ott is van valamennyi fém, de az nem csinál semmit. Tehát ott is vannak fém magok, ugyanúgy, de azok nem csinálnak semmit, mert ezen a hőmérsékleten, a 14 millió fokos hőmérsékleten, ők csak így ütközgetnek illetve lassítják a folyamatokat, mert ugye a fém az egy kicsit ezek a nagyobb molekulák, amik meg, ö, bocsánat, atomok, atommagok, amik nem képesek részt venni a fúzióba, azok akadályt képeznek a hidrogének, hidrogén magokkal szembe, hogy azok találkozni tudjanak és fúzionálni tudjanak. Illetve például a hélium magok is tulajdonképpen egy kicsit moderálják, hűtik ezt a, ezt a heves folyamatot, Egyébként például a színnel, nitrogénnel oxigénnal szoktak is számolni. Tehát azért a nap belsébe, azért ezekből van annyi, hogy már figyelembe kell azért venni, hogy ezek ott mit csinálnak. Azok is így katalizálják, moderálják ezeket a hidrogénfúziós folyamatokat. Úgyhogy egyáltalán nem volt ez ö, ö, Buta kérdés, ez nagyon is jogos kérdés volt. Ö, és akkor remélem, hogy ugye így akkor ezzel, így meg tudtam magyarázni. Van még kérdés. Sűrűséggel, tömeggel, mérettel. Minden világos volt. Jó, hát akkor mindenkinek jó éjszakát kívánok, és akkor találkozunk jövőre, remélem, hogy egy év múlva.